békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Dicsérjük Istent, testvérek, a 208. énekünk első versével, az első verset fennállva énekeljük, jöjj, mondjunk hála szót, hű szájjal és hű szívvel. Imádkozunk testvérek lekcióként is azzal a Zsoltárral, ami a Biblia olvasó kalauzunk szerint a mai napra rendeltetett. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg, szabadíts meg irgalmasan. Fordíts felém füledet és segíts meg. Légy erős kősziklám, ahova mindig mehetek. Melyet segítségemre rendeltél, mert te vagy az én sziklaváram. Istenem, ments meg a bűnösök kezéből, az állnak és erőszakos emberek markából. Mert te vagy Uram, reménységem, te vagy Uram, bizodalmam, ifjúkorom óta. Te voltál támaszom születésem óta, te hoztál ki anyám méhéből, téged dicsérlek szüntelen. Sokan csodálkoznak rajtam, mert te vagy erős oltalmam. Szám dicséreteddel van tele, dicsőítlek minden nap. Öreg koromba se vessel engem, ha elfogy az erőm, ne hagyj el. Mert ellenségeim azt mondják rólam, akik életemre törnek, így tanácskoznak, elhagyta őt Isten. Üldözzétek, fogjátok meg, mert nincs, aki megmentse. Ó, Isten, ne légy távol tőlem! Istenem, siess segítségemre! Én pedig szüntelenül remélek, és folyton dicsérlek téged, igazságodról beszél a szám, és szabadító tetteidről minden nap, bár nem tudom felsorolni őket. Az Úrnak, az én Uramnak nagy tetteit hirdetem, egyedül a te igazságodat emlegetem. Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, mindmáig hirdetem csodáidat. Istenem, ne hagyj el késő vénségemben sem, míg csak hirdethetem hatalmadat, nagy tetteidet a jövő nemzedéknek. Istenem, igazságod a magas égig ér, mert hatalmas dolgokat vittél véghez. Van-e hozzád hasonló, Istenem? Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz,
Még a föld mélyéből is újra felhozol engem. Igen nagyját teszel, hozzám fordulsz és megvigasztalsz. Én is magasztallak hárfával, hűségedért, Istenem. Lantot pengetve éneklek neked, Izrael szentje. Újjong az ajkam, a te néked zenghet, lelkem is, amelyet megváltottál. Amen. Most az újjongó ajkam következnek, az énekkarnak az énekét hallgassuk meg. Szeretünk és életünk megszentelése jöjjön onnan felülről, a világosságok atyától, akitől száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Hallgassuk meg testvérek Isten igéjét, ez a mai napra rendelt új szövetségi ige szakasz Máté evangéliumából, Máté evangélium a 25. részéből, az első versekből. Jézus mondja, akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóiba. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott, íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbehozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz, adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak, hát ha nem lesz elég, nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Ezután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak, Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Eddig az ige. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, induljunk Jákob útjától, ahogyan indult a 2023. évre visszatekintő lelkipásztori jelentés, lelkészi jelentés,
Jákob útja, ahonnan nem csak indulunk, hanem oda is érkezünk. Jákob útja nem csak az evangéliumban, hanem az életünkben is azt jelenti, hogy minden. Minden ide indul, és minden ide érkezik. És az embernek az életében óvatosnak kell lenni a mindennel. Amikor engem meg szoktak kérdezni a munkatársaim, hogy minden rendben van, akkor azt szoktam mondani, hogy minden sosincs rendben. Az legyen rendben, aminek éppen rendben kell lenni. A minden az az isteni valóságnak a szava. Az isteni valóság szava, mert a totalitás az embernek az életében az egy veszélyes dolog. Főleg, hogyha magának vindikálja a teljes, az egészet, a mindent, az isteni valóságban meg egy vigasztaló, bátorító dolog, hogy minden az ő kezében van. És amikor azt mondjuk, hogy minden indul Jákob útjától, és minden ide érkezik, akkor arra gondolunk, hogy Istennek a szava indít mindent. Istennek a szava indít mindent, és az ő szavához érkezünk meg újra és újra, kezdetben. Kezdetben teremtett a szavával. Szólt és lett. Innen indul minden. És aztán újra innen indul minden, amikor azt olvassuk, hogy ez a szó, ez az ige, ez a tett, annyiféle magyar kifejezést keresünk rá, hogy mit mondjunk erre, hogy logosz, kezdetben volt az ige. Ezzel kezdődött. Minden indul, és ide érkeztünk meg 2024-ben, akkor, amikor egyházunk úgy döntött, hogy ez az év legyen különösen is, mert hogy egyébként minden év, az élő igének az éve legyen 2024 különösen is az élő ige éve. És a mai napra rendelt ige szakasz, induljunk most a végétől, minden indul, hogy vigyázzatok, mert nem tudjátok. Vigyázzatok, mert nem tudjátok, hogy az idő, amit kaptatok, az mit hoz, az mit hordoz, az mire van. Azt is mondhatnánk, hogy ez a példázat arról szól, hogy fölismerjük-e a rendelt időt. És sok pogány szó van, ami magyar nyelvű, de milyen jó, hogy ez egy kicsit átment már, talán még a köznyelvben is ez a szó, hogy kairosz. Rendelt idő van, a kronosz, az a homokóra, ami pereg, aztán szeretnénk megállítani, de nem tudjuk, amiben minden mértékegység ugyanazt adja ki, az a 24 óra, ami boldogságban telik, pontosan annyi, mint amennyi betegségben, nyomorúságban és szenvedésben, meg van a kairosz, ami nem a kronológia szerint zajlik, hanem Istennek az elkészített ideje. És ő képes akár csak egy másfél órába is beletenni mindazt, ami a teljesség, a mindent. És ha nem ismerjük föl, akkor bizony az idő az végtelen hosszú lehet, és akár üres is lehet. A rendelt idő felismerése az a keresztény bölcsességnek az egyik alapeleme, az egyik legfontosabb alkotó része. Talán úgy távolról valamit a szekuláris nyelv is hoz akkor, amikor azt mondja, hogy bakancslista. Amikor azt mondja, hogy majd még az életben ezt is szeretném, azt is, amazt is, és várom, hogy eljöjjön az ideje, hogy mikor is tudom megtenni. De itt azért ennél sokkal többről van szó, és tulajdonképpen másról is, mert azt mondja a rendelt idő felismerése, hogy tekintsünk úgy az életünknek minden rész idejére, mint ami nekünk készítetett. És ez meg aztán tényleg a bibliai nyelv. Nyelvészek szerint ez a készítetett, ez a passzív nyelvtani szerkezet, ez nem is nagyon létezett a magyar nyelvben mindaddig, ami Károli Gáspár nem gondolta azt, hogy másképpen nem tudjuk kifejezni azt, hogy nekünk az időt Isten készíti el, és nevezték ezt passzívum divinum. Amikor Isten készít valamit, és mi azt felismerjük, mi azt észreveszünk, és azt megcselekedjük. A részidők, amiket Isten a maga bölcsességében nekünk készített, azok készítettnek, azok adatnak, azokat megcselekszik velük. És akkor
ez az örömhír, hogy Isten elkészíti az ő idejét, ahogyan elkészítette ennek a hálaadásnak a napját, az szembeáll azzal, itt az arány 50-50, 5 az egyik oldalon, akik fölismerték, hogy hogyan kell készülni az időben, meg 5 a másik oldalon, azok a balgák, akik nem ismerték föl, akkor beszéljünk erről is. Hogy Isten elkészíti az ő idejét, mi meg elhibázunk. Mi meg nem ismerjük föl. Mi meg másra készülünk. De az örömhír a végén ennek a történetnek, ami egy kemény, határozott történet, mégiscsak ott van, és az a jövő időben rejlik. Azok az 5 balga szűznek a története, az nem lezárt. A kapu még nyitva van. Csak azt akarja mondani Jézus a példázat, hogy egyszer majd bezárulik. És jó lenne, ha bármilyen balgák vagyunk, most hallanánk meg, hogy nehogy másra használjuk az időt, mint amire ő adta nekünk. És az elhibázásban ott van megint az örömüzenet, hogy még amikor elhibázzuk, rosszul tesszük, rossz útra tévedünk, mert nem azt tesszük, ami az ő akarata, ő akkor is képes abból jót kihozni. Most ilyen időket élünk. Én magam a személyes életemben, a gyülekezeteink is és az egyházunk is így terveztük 2024-et, ahogyan az alakult a mi egyházunk számára, személyesen az én számomra is, egészen bizonyosan nem. Hogy lehetett volna erre készülni. És mit is jelent ilyenkor, megint csak divatos szó, mit is jelent újra tervezni? Újra tervezés van. Mit jelent az újra tervezés? Az újra tervezés a keresztény ember életében azt jelenti, hogy most először ne csinálj semmit. Most először fogadd el, hogy passzívum divinum, hogy a te dolgod nem más, és az persze nem semmi, mint hogy keresd meg Isten akaratát ebben az elhibázásban. Keresd meg, hogy miért értetted félre az időnek a szavát, az időnek a jeleit, amiket ő készít el. Kérdezd meg, hogy abban, ami történik, vagy annak ellenére, ami történik, hol van az ő akarata. Hiszen már azon is lehet nagyon sokat vitkázni, mi is történik. Mi is történt tulajdonképpen. Már az, hogy mit gondolunk arról, ami történt, már az is elárul bennünket, már az is leleplez bennünket. Hogy képesek vagyunk-e együtt Isten akarata felől rátekinteni arra, ami velünk történik, az, hogy lássuk, hogy mi történik, ahhoz is látás kell. És aztán a következő látás pedig, hogy lássuk meg benne önmagunkat. És mi hol vagyunk? Abban, ami Isten felől történik, és nem feltétlenül csak, vagy nem elsősorban az emberek felől. A lelkipásztori jelentésre is van egy kis újratervezés, egy javított verzió, de személyesen is hálás vagyok érte, hogy ez a javított verzió januárban elhangzott, februárban nyomdába került, és ott belekerült még néhány mondat, a lényegen nem változtatott. Ami megrázta februárban egyházunkat, az a lényegen nem változtatott. Hogyha elhibázzuk, akkor föl kell ismerni Istennek az akaratát. És akkor a személyes eltévejedésben, a személyes elveszettségben, meg a talán a gonosz szándékokban, meg a javító szándékokban, mindebben a fontos, a kiutott kereső jó szándékokban, mindebben az a fontos, hogy ezeken túl, ezek mellett, ezeket nem leértékelve, ezeket nem figyelmen kívül hagyva, halljuk-e Istennek az üzenetét. Az életünkre nézve is, hogy együtt halljuk-e. Mert valójában azt szokták mondani, hogy mindaz, ami történik, az az egységnek a próbája a gyülekezetekben, presbitériumokban, az egyházunkban, de az egyik nagyon kritikus lelkipásztorunk éppen ebben az egyházmegyében úgy fogalmazta meg, hogy nem a mindenáron való egység a kérdés, hanem az, hogy vannak-e olyan belső tereink, ahol mi együtt leülve külső ártó vagy ki tudja milyen módon belebeszélő szándékok nélkül együtt tudjuk keresni Istennek az akaratát.
ez az egységnek az eredője, meg ez az egységnek a következménye, hogy együtt vagyunk-e képesek látni és hallani. Vannak ilyen belső tereink a gyülekezetben, a presbitériumban, az egyházmegyében, az egyházkerületben, a magyarországi református egyházban. Nem tudjátok az időket és az alkalmakat, nem tudjátok a napot, de ugye azt tudjátok, hogy készülni kell. Azt tudjuk ugye, hogy készülni kell, ahogyan a 10 szűz is készül, és az ő történetük arról szól, hogy hogyan bánunk az idővel. Hogy hogyan vagyunk benne abban az időben, amit Isten készít nekünk. És most, amikor a 80 évre gondolunk, meg a 40 évre gondolunk, akkor azért gondoljunk arra a nem egészen 200 évre, amikor akkor ugyan még Kispest nyilvánvalóan nem volt annak a fővárosnak a része, amikor itt először megjelentek a protestánsok, a reformátusok, és akkor gondoljunk arra 2000 évre. Milyen különleges ez a kairosz. Az, ami 80 évvel ezelőtt volt, abból nagyon sok minden elmúlt. Ami 40 évvel ezelőtt volt a lelkipásztor szolgálatában, abban nagyon sok minden elmúlt. De az, ami 2000 évvel ezelőtt volt, az élővé teszi mindazt, ami benne van ebben a kairoszban. És ezért adunk most hálát, és engedélyt kértem rá a nagy tiszteletűt, hogy elmondjam az első találkozásomat Ablonczi Kálmánnal, ifjú teológusként. Volt egy nem túl kedves és szerint főnöke, aki utolsó percben odaszólt neki, hogy menjél helyettem temetni, mert nem érek rá. És Kálmán ott szaladgált a teológiai internátus folyosóján, hogy nincs valakinek egy temetési prédikációja. És akkor az egyik Jánbor, kedves teológus társunk oda ment hozzá, szeliden rátette a vállára a kezét: Kálmán, prédikációm nincs, de adok egy tanácsot, hirdesd az evangéliumot. Kálmán megfogadta ezt a tanácsot, és azóta az evangéliumot hirdeti, mint sokan abban a családban, és valóban ez egy egészen különleges dolog. Nem lehet róla meghatottság és megdendülés nélkül beszélni, hogy hogy tud így összefonódni egy gyülekezetnek, egy közösségnek az élete egy családnak az életével, egy családnak a történetével. Úgy, ha van elég olaj. Hogyha nem csak a pillanat számít. Hogy most még ott van a lámpás, talán még meg is lehet gyújtani, de aztán mi lesz aztán? Hogy így tartozik a másik történet is, egy másik Ablonczi valakinek nagyon hálás vagyok, ifjú lelkipásztorként ő volt a principálisom egy évig, a főnököm, kemény főnök volt ott, a gyömrői lelkipásztor, és aztán, amikor egyszer úgy gondoltuk, a Maglódi kis presbitériumból néhány átmegyünk, és ott a parókia építésbe segítünk betonozni, akkor bízom benne, hogy én is így gondolja. Én a szívembe fogadtam őt, ő meg engem. Hogy is van a lelkipásztori jelentésben, a szelíd élesség és az éles szelídség az nem változott a Ablonczi Zsoltnak a életében, az ige hirdetésében, de az ember tudja, hogy mindez a szeretetre épül, akkor az éles szelídséget is másképp veszi, meg a szelíd élességet is. És milyen jó lenne, ha az így lenne a mi egyházunkban. Mert hogy az időket nem tudjuk. A napot nem tudjuk, de egyet tudunk, hogy visszajön, hogy jön, hogy úton van. Ez egy olyan szép megfogalmazása volt az a sok-sok badarságot és hamisságot tanító német protestáns teológiának, amikor az egyik nagy tanítójuk mégiscsak megfogalmazta a 70-es években, hogy Isten jövetelében van jelen közöttünk. Isten az ő eljövetelében van itt közöttünk, és a végső nagy megérkezésig már az ő jelenléte az egy ilyen dinamikus, az egy ilyen mozgalmas jelentét, hogyha valaki az ő jelenlétébe akar lenni, mielőtt végérvényesen visszaérkezik, akkor menni kell, akkor úton kell lenni, akkor mozogni kell, akkor úgy kell élnünk, még akkor is, ha nem tudjuk, hogy mikor, de azt tudhatjuk, hogy lesz beteljesedés. És hogy mindaz, amit teszünk, az nem valamilyen happy endre készül, amikor majd mindennek vége lesz, hanem akkor megint használjunk egy divatos szót, sokkal inkább egy happy new start.
egy új kezdetre, egy boldog új kezdetre készülünk, és azt mondja nekünk itt a példázat, hogy mindaddig, addig élj úgy, hogy az, ami most történik veled, amit most teszel, annak legyen jelentősége az örökké valóság szempontjából. Az örökké valóság, az ő jövetele felől néz az életedet. Abban a fényben, amit az ő jövetele jelent, abban néz rá az életedre, és akkor ki fog derülni, hogy mi az, amit úgyis meg fog égetni a tűz, meg úgyis meg fog marni a rozsda, meg úgyis megesznek a molyok, és mi az, ami maradandó. Mi az, aminek jelentősége lesz ott, abban az örökké valóságban is, ami a happy new start, a boldog új kezdet. És a tegnapi ige ebből a szempontból figyelmeztető mindannyiunk számára, tudjátok, minek lesz jelentősége? Annak, hogy az a szolga, akit az ura a többi szolga fölé emelt, az ad-e időben, ott van a kajroszó, enni, ad-e időben enni azoknak, akik éhesek. Ez az első figyelmeztetés a mi egyházunknak, hogy adunk mi enni azoknak, akik arra az elederre vannak szorulva, és ebben benne van a diakónia, a szegények megsegítése, de hát elsősorban mégiscsak az a lelki táplálék, amivel tartozunk. Annak van örökké való jelentősége. Ezt a csodálatos ebédet, amit elkészít az édesanyánk, vagy a házastársunk, vagy akár mi magunk, azt egy-másfél óra alatt elpusztítjuk. És mégis annak van jelentősége. Annak az ételnek, amit adsz, mondja a tegnapi ige, boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az ura, hogy enni ad idejében azoknak, akik rá vannak bízva. Úgy élni, azt tenni, aminek jelentősége van az örökké valóságban. Enni adni, mondta tegnap az ige, ma meg azt mondja, hogy nem hagyni, nem engedni, hogy elfogjon. Odafigyelni arra, hogy ez akár el is fogyhat. És egy ilyen ősi történet, mint ez a 80 éves történet itt, benne abban a 2000 évben, meg benne abban a kezdetben, ott az elején, meg újra, ott a János evangélium elején, azért ennek is szól a figyelmeztetés, hogy vigyázz, hogy el ne fogjon. Mit kell ahhoz tenni, hogy ne fogjon el? Valami olyasmi, hogy a hitről, amit ajándékba kaptál, a nagy reformátori kávini fölismerés, a hit Isten ajándéka, nem a mi termékünk, amit összebarkácsolunk, ahogy ma sokszor ebben a generációban összebarkácsolják az emberek, hogy miben higgyünk, ezt azt így összeválogatjuk, így összerakjuk, hogyha példázatba akarjuk ezt belehelyezni, akkor ezt is töltünk abba a lámpásba, meg azt is töltünk, legyen benne egy kis víz is, meg egy kis olaj is, meg egy kis benzin is, meg egy kis, ki tudja, még egy kis mosószer is, meg ki tudja, micsoda, ezek mind hasznos dolgok egyébként az életben. De mi lesz, ha meggyújtják azt a kalandozót? Rágondolni is rossz. Akkor már jobban meg se gyullad. Hogyha nem így tekintünk a hitünkre, hanem úgy, mint Isten ajándéka, akkor Isten ajándékainak a lényegét is megértjük, Isten ajándékainak a lényege, hogyha nem használod, ha nem táplálod, akkor az elsorvad, az el fog pusztulni. És akkor az a kérdés, hogy az az olaj, az a táplálás, az erősítés, az a újra és újra pótlása, a hiánynak, ami keletkezik, az mit is jelent ennek a gyülekezetnek és egyházunknak az életében. Mi az, ami feltétlenül szükséges, de elfogott. Most még nem tudjuk, hogy elfogyott, de majd ott az örökké valóságban kiderül. Amikor oda kéne érni, és be kéne lépni, és akkor egyszer csak kiderül, hogy nincs, hogy nem gyullad meg a lámpa, vagy ha meggyullad, akkor rögtön kialszik. Elfogy. Elfogy, ha nem táplálod, ha nem pótolod, és amikor jön a krízis, na ilyen ez az összebarkácsolt, vagy összeöntögetett vallásosság, ami olyan jellemző a 21. század elejében erre a nemzedékre, nem tart meg. A krízis, az ítélet, az a nap, amikor próbára kerül az, hogy hol is van a hited, akkor hogy tartana meg az, amikor te válságba kerülsz, akkor hogy tartana meg az, amit te barkácsoltál össze? Hát ha arra vagy képtelen vagy, hogy helytállj a válságban, akkor miért gondolod, hogy az, amit előtte összeraktál, az éppen elő lesz. A hit útjáról beszél
Istennek az igéje itt, hogy a hitnek útja van, állomásai vannak. Az nem úgy van, hogy megkaptuk, aztán rendben van. Olyan érdekes, amikor az ember esküvőre készítő beszélgetésekben ezt hallja a fiatal házasoktól, hogy én úgy 25 évesen lerendeztem ezt az Isten kérdést. Van Isten, irányítja az ember életét, néha még imádkozunk, és ez el van rendezve. Ez nem kell már foglalkozni. Milyen hit az, amelyikkel már nem kell foglalkozni? Ott a lámpa, majd meggyújtjuk, aztán bízunk benne, hogy elég lesz. Hát az elinduláshoz lehet, hogy elég. De aztán el fog fogyni, mert a megszólítás után következik az, amit Jézus mond, tagadja meg magát, de nem ez, itt kettős pont van, és vegye föl azon keresztjét. Az önmegtagadás az csak az első állomása. A második állomás az önátadás. Az, amikor átadjuk magunkat annak a kairosznak, amit Isten készít nekünk. Ez a megvan a hitünk, aztán majd csak lesz valahogy, majd csak elég lesz. Vajon mire lesz elég? Ez egész más, és akkor hadd idézzem újra a lelkészi jelentést, amikor azt írja a lelkipásztorotok, hogy rabul ejtett, és még most is rabja vagyok. Isten igényét. Ezt ugye úgy tanultuk a görög nyelvben, hogy van az aorisztos, ami a pillanatnyit jelenti, meg van a perfektum, ami a megmaradást jelenti. Igen, ott van benne a rabul ejt, az egy pillanat, akkor is, ha évekig tart, amikor tudom, hogy nem fog elengedni, és a rabja maradok, az azt jelenti, hogy újra és újra tudom, hogy kihez tartozom, és mi a dolgom. És elindulok új és új utakra, ami még megfogott ennek a gyülekezetnek a történetében. Annyi minden van, de ez különösen a történelem iróniája, hogy itt 1959-től a szabadság forráshoz jártak a fiatal. 1959-ben a szabadság forráshoz jártak. Csoda, hogy nem nevezték át, csak megpróbálták hamisan értelmezni, milyen jó, hogy nem sikerült, mert a szabadság győzött. A vőlegényt várók, és ennek is jelentősége van, nincsenek egyedül. Azok is öten vannak, akiknek lesz elég olajuk, meg azok is, akiknek nem lesz elég. És milyen jó látni azt, hogy nincsenek egyedül azok, nem magányos harcosok, nem magányos várakozók, azok, akiknek van elég olajuk. Ezért vagyunk ma itt, ezt jó látni, hogy nem vagytok egyedül, és az a sok-sok név, ami ott van a gyülekezet történetében, az azt mondja, én magam is anélkül, hogy ezt elolvastam volna, ismertem ezeket a neveket, hogy a Füle Lajosok, a Vándor Gyulák, és annyi nevet lehetne még mondani, az Ablonciakkal kezdtük, természetesen itt is itt vannak, túlmutat a szolgálatok egy konkrét közösségen is, de mégiscsak itt nyeri el a hitelességét. A jövő idő az, az örömhír az az, hogy jövő időben van a valga szüzeknek a sorsa. Olyan lesz, úgy lesz. Azért van megírva, hogy ne úgy legyen. Hogy ne 50-50 legyen, hanem abból az öt valga szűzből is kerüljenek már ki néhányan, akik időben mégiscsak rádöbbennek, hogy kevés az az olyan. És a másik örömhír a legnagyobb az, hogy mennyegzőre készülünk. Hogy mennyegzőre szól a meghívás. Hogy még nyitva van a kapu. Még nincs bezárva. Tegnap a rádai napon egy hatalmas nagy kőkerítésen, ami oda vezet az új egyetemi kampuszunkhoz, ott a rádai ház mögött két kaput is nyitottunk, leromboltuk a bezáró kerítést, hogy be lehessen menni, és betöltsük a tereket. Lesz egy új hatalmas intézményünk, és talán az elmúlt hónapoknak is a lelki tanúsága, hogy csak akkor szabad teret foglalni. Én igazán gondolkoztam, hogy foglalhatna a református egyház több teret. Mert arra gondoltam mindig, hogy, és ezt láttam a közéletben is, hogyha mi nem foglaljuk el a teret, akkor elfoglalja más. És az nem biztos, hogy jobb lesz. Sőt, biztos, hogy nem. De Isten igéje azt mondja nekünk, hogy akkor érdemes teret foglalni, ha képes vagy megtölteni evangéliumi tartalommal. Ha vannak hiteles emberek, akik azt megtöltik,
Istennek az igényével, tegnap ezzel próbálkoztunk, azokat a romos teleket megtöltöttük, ott voltunk majdnem ezren, és elfoglaltuk, és énekeltünk, és imádkoztunk, mert akkor van értelme az intézménynek, akkor van értelme az óvodának, az iskolának, akkor van értelme, hogyha képesek vagyunk azokat a tereket megtölteni Istennek az örömüzenetével. És még az is tanulság, apró tanulság, de benne van az egyházunk történetében, ennek a gyülekezetnek a történetében, az idősek otthonára gondolok, hogy és ahhoz is bölcsesség kell, hogy mikor kell elengedni. Mikor kell azt mondani, hogy eddig tartott, ezt most visszaadjuk, ezt most megszüntetjük, ezen az úton nem megyünk tovább. Ez nem úgy van, hogy minden kell, aztán meg nem bírjuk, hanem amit el kell engedni, azt el kell tudni engedni. Mit kívánhatnánk mást ennek a gyülekezetnek, hogyha újra megérkezünk Jákob útjához, hogy legyen a Kispest Rózsatér gyülekezet Jákob útja ezután is egy olyan hely, ahol Isten élő igéje bölcsességet ad. Arra, hogy hol kell pótolni, hogyan kell várni, hogyan kell fölismerni a kairoszt, a rendelt időt, legyen a bölcsessége, és hogy ez a bölcsesség ne csak azoknak a javára váljon, akik itt élnek a környéken, hanem az mi egyházmegyénknek, az egyházkerületünknek, az egész magyarországi református egyháznak, és hát hogy ne az egész nemzetnek, hiszen ezért vagyunk. Az egyház az egyetlen olyan szervezet, amelyik nem önmagáért van, hanem azokért, akik még nincsenek itt. Így kell nekünk azoknak a javára válni, akikhez küldettünk, hiszük, hogy Isten ezt meg fogja áldani. Amen. Imádkozzunk. Hűséges Istenünk, mennyi édesatyánk, köszönjük neked. Köszönjük neked ennek a gyülekezetnek az életét. Köszönjük a történetét, köszönjük a ősi kezdeteket, amikor a háború sebei szaggatták ezt a kicsi és nagyobb magyar világot, hogy voltak akik újat akartak kezdeni. Az evangéliummal akartak újat kezdeni. Így köszönjük neked itt minden szolgálót, különösen is az Ablonci családot, minden presbitert, mindenkit, aki megszólította a gyermekeket. Köszönjük neked a szerint élességet és az éles szerintséget, ami az evangélium átadásának fontos módja és lehetősége. Add, hogy együtt tudjunk lenni és együtt tudjunk maradni a te kegyelmedben, az ezután rákváró időben is. Amen. Álljunk föl most testvérek, és imádkozzunk együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk helyet testvérek, és hallgassuk meg a kórus szolgálatát.
A Zsoltáros így ad hálát, így dicséri az Úristent, áldjad én lelkem az Urat és egész bensőm az ő szent nevét, áldjad én lelkem az Urat és el ne feledkezzél, mennyi jót tett veled. Olaj a javából, hogy egy kicsit igazodjam az elhangzott ige hirdetéshez is, illetve hadd legyen szabad a gyermekek nyelvén is a hálaadás hangját ide ebbe az ünnepi térbe behozni, amit az iskolások jól is ismernek. Ez a világ csoda dolog, drága atyám, mindenhol a szíved dobog, rétel, lepke, fákon, moha, mindenhol a kezed nyoma. Vendég vagyok itt a földön, ígérem, hogy hűen őrzöm, ugye ismeritek, és tudtátok volna ti is mondani helyettem. Hálaadó ünnepen vagyunk, nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm a Ruzsatai Gyülekezet fennállása 80. évfordulójára érkezett kedves testvéreket, aprókat, nagyobbakat, ifjakat, felnőtteket, egész közösséget. Külön tisztelettel köszöntöm főtiszteletű Balog Zoltán püspök urat, a Dunamelléki Egyházkerület püspökét. Köszönjük az elhangzott ige hirdetést. Nem lehetett nem figyelni, legalábbis én a magam ige hallgató helyzetét így tudom azonosítani. Köszönjük az ige hirdetés személyességét, köszönjük, hogy Rózsatérre érkezett, ami kedves püspökünk és a rózsatéri gyülekezet élete összefüggésében is hangzott mindaz, amit üzenetként érthettünk. És szeretném köszönteni még a vendégek sorában Vincek György, alpolgármester urat, aki a meghívásunknak az önkormányzat egész a nevében tesz eleget, örülünk, hogy itt van, majd fogjuk kérni a köszöntő szavakat. És hadd emlegessen még, hogy itt van közöttünk egyházmegyénk világi vezetője, Brandenburg Sándor, igen, ő is eljött, és örülünk, hogy a gyülekezet nevében is, a Pest-Erzsébet központi gyülekezet nevében, és az egyházmegye nevében is együtt örvendez velünk. Az ünnepünk folytatásában most fuvola játék következik. Jöjj mondjuk hála szót, éneket énekeltük, erre is ráfelelő zenei vagy hangzó variáció fog elhangzani. Bassi Nagy Katalin fuvola művész fog játszani nekünk, szeretettel kérjük és várjuk. Őt követően pedig majd az iskolánknak a gyermekkórusa énekel szép éneket nekünk, teszik teljessé az ünnepünket, vagy teljesebbé az ünnepünket.
Köszönjük szépen. És úgy tudom, hogy most lefáradtok ti, vagy legalábbis a kisebbek, az alaksorba, a többi gyermekhez. Még valami történik. Igen. Sok szeretettel köszöntjük a gyülekezet a 80. születésnapján. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Köszönjük szépen a gyönyörű fuvola játékot, és köszönjük szépen a gyermekek énekét egy hangon, egy szólamba. Mindig olyan nagyon szépen meg tud szólalni a gyermekek ajkán az ének. Hála érte. Fáradjatok akkor le kisebbek az alaksorba, és ott Barta Anikó fogad majd titeket. Folytatjuk az ünnepi alkalmunkat, és pedig úgy, hogy egészen konkrétan előtérbe helyeződik a gyülekezetünk 8 évtizednyi ideje, de természetesen vázlatosan, tömörítetten Kovács Attila főgondokunk hozza ezt majd elénk, egyébként a padokra kitett lapon is ezt találjuk. Fényképek is valószínűleg kivetítésre kerülnek, és azokkal együtt egy kicsit színeződik a beszámoló. Hallgassuk türelmesen, figyelemmel. Kedves gyülekezet, a beszámolót hagyj kezdjem egy igével Róma 11.36-ból. Tőle, általa, érte vannak mindenek, övé a dicsőség örökkön örökké. A kezdetekre Ablonci Dániel, a gyülekezet alapító lelkésze így emlékezik. Az igazi visszatekintés Isten velünk tett csodáinak végig gondolása. A gyülekezet nem a miénk, azt ő álmodta meg. Ő hozta létre szent lelkei és igéje által. A legfontosabb a gyülekezet születésében az érte imádkozók közössége és hűsége. Ablonci Dániel 1944. februárjában gyülekezet szervezésre esperesi megbízást kap. A háború befejező hónapjaiban szünetel, majd 1945 késő tavaszán újraindul a közösség élete. 1946-ra felerősödik, hivatalosan leválik a Kispest központi gyülekezetről, ekkor önállóvá lesz. 1947-ben ingatlanváltásra kerül sor. A kispesti Rózsatéri iskolából, innen egyébként a gyülekezet névtartása, a Ján Ferenc utcai szobakonyhás kislakásokból álló sarok ingatlanba költözik. A kis templom szerűen kialakított épületet Ravasz László püspök ugyanebben az évben a reformáció ünnepén szenteli fel. A következő 20-25 esztendőben a háború utáni ébredés áldott utó hullámzásaként és frissüléseként a feloszlatott Betánia Szövetség Rózsatéren otthonra talált tagjai részvételével és evangelizációk hatására megtérések születnek a gyülekezetben. Kibontakozik a gyermek, ifjúsági, a felnőtt misszió, az énekkari szolgálat. Konferenciák, táborozások sorakoznak évről évre, jellemzően Szabadságforráson 1959-től, mondhatjuk egy élő gyülekezet, lelki közösség növekszik. 1942 és 60 között a lelkész családban egymás után 10 gyermek születik. Kegyelmes az Isten, bőséges az áldás, a családban a következő évtizedekben 36 unoka, majd közel 70 dédunoka születik, és mára a 4 nemzedékes család együttes létszáma több mint 160 lélek. Tisztelettel, szeretettel hadd emlékezzünk a 10 gyermekes édesanyára, kis Margitra, egyebekben kiváló pedagógusra, földrajztörténelem szakos gimnáziumi tanárra. A 60-as évek közepén küldetésében megújul a presbitérium. Péntek Bálint gondnokot követi Füle Lajos, majd László Gábor, előbbi missziói, utóbbi általános gondnok lesz, több évtizedre kapnak bizalmat a presbiterstársak jelentős részével együtt. A 25. évfordulón 1969-ben Szamosközi István püspök látogatja Rózsateret. Az 1969 és 84 közötti másfél évtizedben
a gyülekezet élete tovább erősödik. A gyermekalkalmakra, a bibliaórákra járók számra növekszik, sokoldalú az ifjúsági élet, az énekkari, zenekari szolgálat, gyarapodnak a kisközösségi csoportok. Hitben megkötött áldott házasságok, családalapítások tanúi lehetünk. Kibontakozik, felnőtté válik a második nemzedék. A megtért, hitre jutott ifjúság hiteles lelkipásztori magatartások példája ösztönzésében jelentős számban választja a papi hivatást. Fél évszázadnyi idő alatt több mint 25 fiatal jut lelkészi diplomához. 1984-ben Ablonci Dániel 40 évi szolgálat után, akkor 69 évesen nyugdíjba vonul, Tóth Károly püspök látogatással becsüli őt és a közösség életét. Jelenlegi vezető lelkészünk Ablonci Kálmán, a 9. gyermek, kap bizalmat a gyülekezet közösségétől, 28 évesen lesz Rózsatér lelkésze. A nyugdíjas édesapa és szolgálatba álló fia ezt követő lelkipásztori összefogása ritka, kivételes példaként további 25 éven keresztül folytatódik. 1984 és 94 között természetes nemzedékváltás megy végbe. Elköszön a gyermekszolgálattól Gulyás Sándorné, lezáródik az ifjúság között végzett, több évtizedes áldott szolgálata a vándorházas párnak, Vándor Gyula és felesége Margitkának. Bódis Géza karvezetői fáradozásában is váltás történik. S lettek, vannak mind a mai napig stafétabotot átvevő, hűséges munkatársak. Néhány szolgálatvezetőt hálával említünk, Nagy Bélánai Eszter, Dobó Kálmánné Márta, Bogyóné Vándor Hajnalka, Abloncinné Vándor Margit, Barta Anikó, Sliszka Csaba és felesége Nagy Eszter, Bartáné Ábrahám Katalin, és még sokan-sokan mások, akiket sorolhatnánk. Hála értük mindenkiért. Az 1990-es években létrejött intézményeinkről röviden, de nagy hálával tudunk szólni. Abban az időben némi túlzással fiataljaink vagy a papi, vagy a pedagógusi pályát választották. Az utóbbiak álmot álmodnak, az álom 14 első osztályos gyermekben testesült meg 1990-ben, majd 1997-ben csatlakozó óvodai tagintézmény is létrejön. Napjainkban Karácsony Sándor Rózsatéri Református Iskolánk 8, óvodánk pedig 2 vegyes csoportja, közel 240 gyermeket tud fogadni. Igazgatónk kezdetektől 35. éve Nagy Gábor, az óvodát előbb 7 évig Drescher Gézáné, 18 évig Abloncinné Szamosközi Éva, jelenleg 3. éve pedig Michna Ágnes vezeti. Kivételes szakmaisággal, rátermettséggel közel egy évtizede Kristóf Emőke a gazdasági vezetőnk. Az intézményi áldott hatások következményeként ez időben szinte megkétszereződik a választói névjegyzékben szereplők, gyermekmissziói táborozásokban résztvevők száma. Rendkívüli kegyelmi időket élünk az 1990-es évek elején, iskola és óvoda alapítás mellett új templom építése közben idős otthon is születik. 15 külön-külön szobás férőhelyen jön létre. Rácz Jenő presbiterünk megálmodja, elindítja, dr. Kovács Attiláné és Koda Katalin kibontakoztatja, Huszár Márta pedig zárásig odaadó gazdája. Egy-egy évtizednyi időért feleltek mindhárman. 2023-ban sajnálatunkra lezárul az idős gondozás. Kérelmeink ellenére nem jutunk a szükséges közel 100 millió forinthoz. Bár a tervek elkészülnek, a törvényekhez igazított köteles, elvárt és sürgetett épület átalakítást nem tudjuk elvégezni. A 29 év működés mégis csoda, ezért egyik szemünk hálás, a másik könnyes. De térjünk vissza 1992-2010 közé, ahol szakaszosan erőfeletti építkezésekben fárad a gyülekezet. Előbb templomot épít, majd az említett idős otthont, később iskolai épületet, majd óvodát. Tervezők, kivitelezés vezetők, hálával emlékezetünk szolgálatukra, Nagy Béla, Sliszka Csaba, Ablonci Pál. Szomszédságokban ingatlanokat is vásárolunk.
Rendkívüli a belső áldozatkészség, emellett külső támogatóktól nyert megbecsülése is van fáradozásainknak. Összesen több mint 3000 négyzetméternyi épületrész újul, épül, javarész saját erőből, lehetőségükhöz mérten sokan mások is segítenek. Köszönetten emlékezünk a Dunamenléki Egyházkerület, a Kispesti Önkormányzat, számtalan gyülekezet, határon túli testvérközösségek egykori támogatására. 1994-ben Hegedűs Lóránt püspök, az 1000 nap alatt elkészült templom parókia épület együttest és a Simeon idős otthont szenteli. 2004-ben, majd 2009-ben előbb az iskolát, majd az óvodát Szabó István püspökünk. Presbitériumunk életében jelentős változás következik be. 1994-ben Füle Lajos missziói gondnoki, 2000-ben pedig László Gábor általános gondnoki szolgálatát zárja. Helyükre akkor fiatalok kerülnek. Jó magam, Kovács Attila akkor 39 évesen főgondnok leszek, ennek éppen 25 éve. Pásztor Lajos pedig 45 évesen missziói gondnok lesz. E felelősségben ma is helytállunk. Az idő rövidsége miatt teljesség nélkül csak soroljuk, mi minden új szolgálat kap teret a gyülekezet életében az 1990-es évektől. A Gyöngyvirág utcai gyermekotthonban 25 évnyi küzdelem és áldás, rendszeres áhítatok a Gergely utcai állami idős otthonban és a Ján Ferenc utcai rehabilitáción. Létrejönnek gyülekezeten belül speciális kisközösségek, arculatukat tükröző nevekkel, mint Filippi, Fehérasztalos, Nikodémus, Szertorna, Lévi, Tagályusz, és további felszaporodnak osztályos házasköreink, további köröket is persze említhetnénk. Tervezhetünk évközi hétvégeket Mátraházán, Pilis Csabán, Gajatetőn, Máiban, Balatonszárszón, nyári egész hetes táborozásokat Szabadságforráson és Tahiban, kivételes alkalmanként Beregfürdőn is. Ismereteinket, kapcsolatainkat ápolhatjuk a Kárpát-medence egészeit átfogó buszos gyülekezeti kirándulásainkkal. Idegenvezetőink Nagy Béla és felesége Eszter, majd dr. Egerhári Gizella. Lesznek rózsatéri tanulmányi esték évről évre kiváló előadókkal. A jubilálások éveiben, 2017-ben egyháztörténeti, 2019-ben gyülekezettörténeti, istentiszteleti percekkel emlékezünk eleinkre. 2019-ben a 75 éves gyülekezet ünnepének ismét vendége Szabó István püspök. 2020-ban világméretekben jelentkezik a Covid-járvány. Jelentős kapcsolati közösségi törések kísérik sajnos mindenütt. Felkészületlenül ér mindenkit, némiképp mégis felkészültek vagyunk. Nagy lelki családdá lettünk, néhány éve így említjük, lelki otthonunk Rózsatér. Baráti testvéri szövetségek hálózata Isten vigyázásában egyben tart fiatalt, felnőttet és időset. A 21. századi kapcsolattartási eszközök is rendelkezésre állnak. Isten tiszteletek élő közvetítése, kiépítése ennek, nagy segítség a betegeknek, időseknek. Otthonaikban, kórházi ágyakban is hallgatható az ige hirdetés. Napról napra írt e-mailes ige magyarázatok a nehéz időkben, majd az enyhülés követően 300 címre szétküldött hetenkénti lelkészi körlevelek nagyon sokat segítenek ebben. Némi törtséggel, de együtt maradunk, kegyelem, áldás és védettség alatt élünk. És imádkozunk, mint az egykoriak. Az imádság összeköt mindennel, egyben fölé is emel mindennek. Társadalmi hasadások fölé, politikai hovatartozás fölé, a másként gondolkodás feszességei fölé. Istenünk nem enged látványlátások s reménység nélkül élni. Befejező szintén egy igét olvasnék, Jeremiás 29.11. Csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, reményteljes jövőt adok nektek. Soli Deo Gloria. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen a tömör összefoglalóját gyülekezetünk 80 évének.
Újólag emlegetem, hogy itt van köztünk alpolgármester úr, Vince György, és ő szívesen szól néhány köszöntő szót a gyülekezet közösséghez, ünneplő közösséghez. Tisztelt gyülekezet! Nagy örömmel jöttünk a Rózsatéri Református gyülekezet 80. születésnapjára képviselőtársammal, alpolgármester társammal, Varga Attilával, akivel ketten a kertváros képviselői is vagyunk. Nagy tisztelettel köszöntöm főtiszteletű püspök urat, hogy ismét Kispesten járt. Legutóbb, ha jól emlékszem, a 100. születésnapi ünnepségen találkoztunk Vekerlén. És nagy-nagy szeretettel köszöntöm a jelenlévő Ablonci család minden tagját. Ővelük is nagyon hosszú kapcsolatunk van, meg volt is, akik szolgáltak és szolgálnak most is a református közössége. Természetesen, hogy ez az egyház működik, és hogy aktív, annak is köszönhető, hogy nagyon sok olyan hétköznapi csodás embereket fogad magába, akik az elmúlt 80 évben a hátukon vitték ezt a közösséget. Ők nagyrészt már előttem szóló név szerint is említette, őket is külön köszönet és köszöntés illeti a mai napon. És ami számomra a legfelemelőbb, sajnos már a fiatalok nagy része levonult az alagsorba, de hát ők a legfontosabbak számomra. Most, hogy ők viszik tovább, reményeim szerint azt, hogy ez a gyülekezet tovább fog élni, fejlődni, mint ahogy azt az elmúlt 80 évben tette. Mert ha csak egy picit visszagondolunk, és nem akarom átvenni azt a szerepet, hogy a történetét ennek a közösségnek végig mondjam, de az biztos, hogy ez a református közösség Kispesten, amely a legfiatalabb, de mégis az elmúlt 80 évében fokozatosan tégláról téglára építkezett. És habár a történelmét megosztja az a társadalmi változás, amelyet Magyarországon átéltünk a rendszerváltásig, hisz az első időszakban, amikor Ablonci Dániel alapító lelkész kísérte végig az első szakaszát ennek a 80 évnek, aki a lélekmentés fő feladatát vállalta magára, és abban a történelmi korszakban életben tartotta és fejlesztette a közösséget. Egy új lehetőség nyílt nyilván a fiúnak, a gyermeknek, a kilencediknek, aki átvette édesapjától a munkát, és egy megváltozott társadalmi közegben egy nagyobb fejlesztést indíthatott el, amelynek csodálatos eredményeit hallhattuk. Ezek az eredmények, hogy van saját iskola, és talán elsőként Kispesten egyházi iskola, mert már a gondolat ugye 89-ben megfogalmazódott, és aztán lépésről lépésre építkezett az iskola, ami nagyon egyedülálló itt Kispesten mindenképpen. Én még emlékszem, mikor a KMO-ba kezdett az első évfolyam, és minden évben más-más kihívással, de aztán otthonra lelt. És aztán egy csodálatos épületet vehetett birtokba a ma gyermeke, aki oda jár, és ott tanul. Emellett az óvoda is megépült. És a sokat említett öregek háza is, ahol jó magam is többször jártam, és nagyon sajnálom, hogy nincs, mert pont abban a korszakban most, ma, amikor talán a legégetőbb szükség lenne erre a szolgáltatásra, kellett kénytelen volt befejezni tevékenységét. Ez a csodálatos templom is égköve ennek a nagy 80 éves munkának, amelyet a gyülekezet maga mögött tudhat, hisz ilyen temploma nem sok közösségnek van, amely
sok mindent figyelembe vett, és a helyi érdekek is beépültek ebbe a csodálatos épületbe, amelynek lényege ugye az, hogy fiatal és felnőtt, idősebb is helyet találjon, helyet kapjon. A művészetek is helyet kapjanak ebben az épületben. Ez egy csodálatos központ, mert az óvoda, az iskola, az öregek otthonai szinte látható közelségben van, itt a kertvárosban, ebben a csendes, nyugodt környezetben. Engedjék meg, hogy végezetül egy üzenetet olvassak fel, amit az önkormányzatunk nevébe teszek meg, és abból a megközelítésből, ja, először felolvasom az emléklapot, jó, amit át szeretnék adni. A 80. születésnapját ünneplő Kispesti Rózsatéri Református Egyház közösség részére Kispest önkormányzata és a kispestiek nevében. A gyülekezet valamennyi tagját köszöntjük ezen a szép évfordulón. Külön köszönet és hála azoknak az elődöknek, elsősorban az alapító lelkipásztornak, dr. Ablonci Dánielnek, a jelenlegi vezetőnek, dr. Ablonci Kálmánnak, előbb-utóbb. Elnézést, én megelőlegeztem, de hát most már azért 40 év után lassan ez is bekövetkezhet. Valamint mindazoknak, akik a templom megépítése, az iskola, az óvoda, az idős otthon megszületése után az egyházközösség mindennapjait, életét szervezik. Szeptember 29 a mai dátummal. Ezt szeretném átnyújtani, és gratulálni, és további sok sikert kívánni. Még hoztam valamit, itt lehet megmaradni egy pillanat, ami engem nagyon meghatott, mikor Ablonci Kálmán lelkész úr ajánlását, intelmeit írja le, hogy milyennek képzeli elő az egyházat, és mi az a filozófia, amelynek mentén a híveket sok szeretet várja ebbe a közösségbe, ugye az, hogy csak emlékeztetni, ugye, a lelkiség, a barátság, a család és a derű. Amikor ezt próbáltam értelmezni, akkor jutott eszembe, hogy ha hozunk egy pici ajándékot, amely majd esetleg pár év múlva emlékeztet, akkor próbáljunk ehhez a négy fontos szónak értelmét adni azzal, hogy egy olyan képet hoztam Berecki Ildikótól, aki ez évben az Artszakra ünnepi sorozatra készítette egy grafikát, amelynek az a címe, hogy ölelés, amely hülyen tükrözi azt a lényeget, amely a lelkiség, a barátság, a család és a derű köré szerveződött. Én azt kívánom ennek a közösségnek és minden vezetőjének, hogy ez hassák minden napjaikat, és folytassák azt a szép munkát, amit eddig végeztek. Ehhez kívánok valamennyiüknek erőt, egészséget, kitartást, és hát azt tudom ígérni, hogy az önkormányzat továbbra is partner lesz, mint eddig volt az elmúlt 30-valahány évben, és nagyon fogja figyelni ennek az egyházközösségnek a további munkáját, fejlődését, és ha tudunk, segíteni is fogunk. Köszönöm figyelmüket! Néhány személyes szóval rózsatéri gyülekezeti életére, szolgálatáról, missziói gondokon, pásztor Lajosra szólom, őre figyeljük. Mindkezdve megköszönjük a kedves szót. Kedves ünneplő gyülekezet, igazából arra kaptam felkérést előzetesen, hogy arra a kérdésre válaszoljak, mitől rózsatér, rózsatér? Erről szeretnék személyesen szólni most előttetek. Amikor a 80-as évek végén Passarétről, Cseri Kálmán szárnyai alól ide kerültem, meg voltam győződve arról, hogy Passarétnél jobb gyülekezet nincs. Hát nagyon tévedtem, ugyanis rózsatér
otthonossága és családiassága mélyen megragadott. De mielőtt szép és jó szavakat mondanék egy a gyülekezetünkről, hogy tárgyilagos legyek, elmondok egy történetet. Amikor már beépültem ebbe a közösségbe, és kezdtem látni, belelátni a gyülekezet életébe, akkor láttam, hogy azért vannak bántások és bántódások, vannak megszomorítások és megszomorodások, vannak sértések és sértődések. És szinte kétségbe esve mentem oda László Gabi bácsihoz, az említett gondok testvérünkhöz, akit nagyon szerettem, és kérdeztem, hogy Gabi bácsi, most ezt hogy éljen meg, hogy értsük ezt? És röviden, tömören a maga bölcsességével csak ennyit mondott, ja, Lajoskám, ide is csak bűnös emberek járnak. És most mondok mást, hogy milyenek is vagyunk, mert ez is jellemző ránk. Gyülekezetünk első percétől kezdve a mai napig olyan lelkipásztoraink, vezető lelkipásztoraink voltak, akik élő eleven hitet és példás családi életet mutattak fel és éltek meg előttünk. Ők úgy voltak itt közöttünk, akik nem a munkájukat végezték, hanem szolgálták ezt a közösséget. Aztán milyen Rózsatér, amilyennek magam látom, befogadó közösség. Amikor ide érkeztem Rózsatérre, volt három kedves testvér, aki minden egyes alkalom után odajött hozzám és megszólított. És mindaddig végezték külön-külön, nem egyszerre jöttek oda, amíg meg nem gyökeresedtem ebben a közösségben. És utána elengedtek. Nem is volt már szükség arra, hogy segítsenek a beépülésben. Ekkor már magam mentem másokhoz ugyanezt a szolgálatot, vagy ezt a magatartást végezni. Aztán, amit az előbb említettem, hogy mitől Rózsatér, Rózsatér, hát az otthonossága és a családiassága. Két lábon áll mindenféleképpen, de biztos több lábat is lehet felsorolni. Az egyik, hogy az első nemzedék zöme itt a gyülekezet keretei között kereste és találta meg a társát. És komoly rokoni kapcsolatok alakultak ki, amelyek legyökereznek, leszövődnek a negyedik generációig is. Igen, ám, de vannak itt olyan testvérek, akik nem tartoznak ebbe a rokoni kötelékbe, de ők is otthonosan érzik magukat. Vajon miért lehet ez? Hát azért, mert ennek az otthonosságnak az egyik legfontosabb ismérve a figyelmesség. Figyelmesek vagyunk a számontartásban, figyelmesek vagyunk az egymásért való imádságban, a látogatásban, a segítőkészségben, az egymás terhének való hordozásában. Aztán meghatározó vonás a gyülekezetünknek, hogy nagy mértékben jelen van a laikus szolgáló közösség. Ez azért fontos, mert nagyon sokrétű, hogy már is hangzott itt a visszaemlékezésben, nagyon sok kisközösségi csoportunk van. És ezekben a csoportokban való helytállásban, sem időben, sem energiában nem tudna helytállni a lelkész közösség, akik itt szolgálnak. Ezért van szükség behívni a laikus közösséget. Szerintem egészen jól végzik a szolgálatukat, némi részehajlással mondom. És végül említem, hogy bizonságtételekben megszólaló ez a közösség. És igazából még eddig nem kérdeztem meg soha a lelkészünket, hogy miért van ez így, de csak úgy gondolkoztam ezen, hogy látták, hogy vannak élő hitű emberek itt közöttünk, akiknek van komoly Isten kapcsolatuk, vannak hitélményeik, és úgy gondolják, hogy ezt ne tartsák magukba, ezt szólaltassák meg. Ezt tárják oda a gyülekező közösség elé, és igenis így építse egyik testvér a másikat a hite által. Ugye mondja az ige, hogy egymás hite által épüljetek. Eddig gondoltam, de még egy mondatot mindenféleképpen szeretnék megosztani. Jakab apostol beszél arról, hogy a cselekedetek és a hit között komoly összefüggés van. Ő maga mondja is, hogy nézd meg a cselekedeteimet, és meglátod a hitemet. Én itt most az előzőekben a gyülekezet hitéről szóltam. Attól a hitről, amit Isten ajándékozott nekünk, és amelyek megjelentek különböző cselekedetek formájában.
legyen ezért áldott a mindenható Isten. Köszönöm szépen a figyelmet. Most már lassan le fog kerekedni, hogy föl tudjunk állni, egy kicsit mozdulni, egymással beszélgetni, egy-két falatot fogyasztani. Ez következik hamarosan, de apró jelekkel szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki itt az előbbiekben, ez a szép ünnepen valamiképpen részes volt, hogy az ünnepünk teljesebb legyen. Az igé értésében, az üzenetek hangzásában, a köszöntésekben, és így tovább. Tehát ezeket a kis ajándékot szeretnénk most átadni, ebben kérem majd a segítséget. Először kedves főtisztelt püspök úrnak, és kedves feleségének is egy apró ajándékot adjunk, és köszönjük meg. Jó volt hallgatni az énekkar énekét, az énekkar közösségen, Katinak és a kedves hűséges munkatársaknak, és szeretnénk egy apró... Énekkar közössége, igen. Énekkar közössége, igen. Nem volt egészen olajozva, hogy így mondjam, de fog azért ez menni, hogy... Azt az apróságot át tudjuk adni. Igen, köszönöm szépen, hogy segítesz. Illetve itt volt, részben még itt van az iskolának a kórusa, nekik is. Nagyon szeretnénk köszönetet mondani a szép énekét. Próbáltak, gyakoroltak, és tulajdonképpen az ő személyükben állította középre, ugyan Jézus középre állított a tanítványoknak a gyermekeket. Köszönjük az éneket. Katalin, Basi nagy Katalin, itt van-e még velünk? Köszönjük. Nagyon szép volt, köszönjük szépen. Persze, hogy mondom, hogy legközelebb ugye újra szabad majd hallgatni. A jöjj mondjuk hálaszót, fúvolás feldolgozását, gyönyörű volt. Neki is egy apró jelet szeretnénk. Kedves fúvolatművészek. Köszönöm szépen. És még alpolgármester úrnak is, hogy elfáradt, illetve kedves alpolgármestertárs Sat is köszöntjük, Varga Attilát, aki ugyancsak megtisztelte a mi ünnepünket egy apró jellel. Ezek valóban apróságok, de mégis kifejezik valamiképpen a hálánkat, vagy a köszönetünket. És mindenkit, aki egyébként eljött az ünnepünkre, gyerekek már biztos belefogtak, mi felnőttek is hamarosan, ott lehetünk a tehetett asztal mellett, szeretett vendégségre várunk és marasztalunk. Jó az is, amikor az ünnep feloldódik abban, hogy egymással való találkozások, beszélgetések mennek végbe. Mielőtt a záró énekünkre sor kerülne, illetve nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekelnénk, és püspök úrtól az áldást venni az ünneplő közösség, még egy-két hirdetnivalót hadd említsek, nem teljességgel, de azt mindenképpen, hogy az az elhatározás született a gondnoki megbeszélésben, hogy ennek az ünnepnek a persei áldozatával az egyeki reformátusok templom építését igyekezünk segíteni, majd mindenki így hozza meg a maga áldozatát. Emlegetem, hogy egy-két éve van a gyülekezetben már terminális is, tehát akár bankkártya használata segítségével is lehet adakozni. Említem még, hogy gyülekezeti testvérek felé szabadságforrás 65. évfordulóját szeretnénk ünnepelni, ha jó idő van, e hét szombatján, egész napra mindenkit szeretettel hívunk, várunk erre a Jamborinak nevezett nagy találkozóra. És emlegetem még, hogy megjelent az a kiadvány, amiben 98 rózsatéri kedves személy vállalt emlékezést, hála történetek a címe, és
nagyon örülünk, hogy elkészült, hogy szerkesztés is megvan, nyomdai vetülete is, és ebből családonként egyet-egyet térítés nélkül lehet magunkkal vinni a gyülekezet ajándékozó önmagát, hogy így mondjam. Éljünk vele. És végül emlegetem még, hogy az iratterjesztésben éppen az ünnep okán édesapámnak néhány írása ismételten kitételre került, ha valaki ezekből kedvezményes áron vásárolni akar, akkor éljen-e lehetőséggel. És mindenkinek köszönöm külön is, a presbiterünk nevében is, hogy megtiszteltem ünnepünket, sorra-sorra emlegethetném kedves vendégeinket. Köszönjük külön, újra említem az igehirdetést, amit értettünk, és aminek az intését, késztetését is magunkra vesszük. És még külön zárójelben mondom, nagyon kedves volt az a személyesség, amely mentén is hozzánk szólt az igehirdetés. Záró énekünket énekeljük, a 208. dicséretünknek harmadik versét, azt követően újra mondom nemzeti imádságunk himnuszt, majd vegyük az áldást, és azután pedig mindenki jöjjön és vegye részt a szeretett vendégségben. Fogadjuk Isten áldását. A minden jóknak adója, a szeretetnek és a kegyelemnek Istene áldjon és őrizzen meg titeket. Ő adjon nektek bölcsés és hálás szívet a jó napokban, kitartást és reménységet a nehézségek idején. Áldjon meg titeket ti magatokban, testetekben, lelkestekben. Áldjon meg bennünket családunkban, egyházunkban és nemzetünkben, és áldjon meg örök üdvösséggel, ott fenn a mennyekben, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen.